Érkeznek az új elsősök az iskolába. Leendő osztálytársaikkal az iskolaudvarban gyülekeztek. A szégyenlősebbek a szüleik mellett húzódtak meg, míg a bátrabbak új barátokkal ismerkedtek. Pozdravljam vas u najboljoj školi u Novom Sadu. Az elsősöket az iskolaigazgató köszöntötte. A vendégváró műsor után a diákok bevonultak a tanterembe. Kaptam két radírgumit, és kaptam két hegyezőt, meg kaptam grafitceruzákat. Az új elsősök tudják, mire számíthatnak majd az iskolában. Játszani fogunk, és tanulni, találni új barátokat. Az első találkozás az osztállyal nem csak a gyerekeknek volt megható esemény. Hát most nem fogok bőgni, vagy? Hát mindenféleképp nagyon megható. Jó érzés, ugyanakkor valahol szomorú is. Az első hetek az iskolában az ismerkedés játszás jegyében telnek majd el. Tóth Hajnalka tanító elmondta, kezdetben a gyerekek önállósítására kell fektetni a hangsúlyt. Azután, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, hogy tudják, hogy bármikor fordulhatnak a tanítókhoz, hozzám, a többi kollégához. A magyar tagozatok elsős tanulói hétfőn kapják meg a Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási csomagját. A csomag tartalmaz mindent, ami szükséges az iskola kezdéshez, kivéve az iskolatáskát és a tankönyveket. A gyerekeknek napközis ellátás is biztosítva van. Már harmadik éve létezik a napközis projekt a Magyar Nemzeti Tanács segítségével, jóvoltából, és a napközis program magába foglalja azt, hogy foglalkozunk a gyerekekkel az iskolai órákon túl, tehát elkészítjük a házi feladatokat, játszunk, beszélgetünk. Az új iskola év hétfőn kezdődik. A Petőfi Sándor általános iskolában az idén 12-en iratkoztak a magyar tagozatra. Újvidéken még két iskolában folyik magyar nyelven az oktatás. A József Attila általános iskolában 10, míg a Szonya Marinkovics általános iskolában 5 kisdiák kezdi meg az iskola éveit.